Amikor 2020 tavaszán a járvány miatt a Magyar Diáksport Szövetség elő felfüggesztette, majd befejezetté nyilvánította 2019-2020-as tanév versenyeit, alig ha gondolta bárki is, hogy másfél évet kell várni a folytatásra. A 2021-es idén teljesen kimaradt, idén szeptemberben viszont minden sportágban elkezdődtek a versenyek. Így ha az elmaradt rendezvényeket nem is lehet pótolni, a testnevelők és a diákok előtt ismét vannak célok a versenypályákon. Rengetegen készültek versenyre, felkészültek azokra a döntőkre, amelyeken szerették volna megmutatni magukat. De mivel hogy ezek elmaradtak, így lényegében kiesett az ő felkészülésük és egy nagyon komoly időszak, és azokat a diáksportolókat pedig kifejezetten nagyon sajnálom, akik lényegében nem is tudták befejezni, hiszen mondjuk végeztek adott iskolába, és ezáltal nekik teljesen kimaradt ez a lehetőség. Nagyon örülünk annak, hogy most, bár a vírus még velünk van, de sikerül most megrendeznünk azért a megyei döntőket, most éppen itt a röplabda döntőnek a helyszínén vagyunk. Bízunk benne, hogy ezt a szezont sikerül majd végigvinnünk. Nem egyszerű most se a helyzet, hiszen itt a vírus védelmi előírásokat betartva is nagyon komoly veszélynek vagyunk azért kitéve természetesen, de ettől függetlenül mi bízunk abban, hogy azokat a versenyeket, amelyeket elterveztünk, azokat meg tudjuk valósítani, és ezáltal tudjuk biztosítani azt a sportolási lehetőséget és versenyeztetési lehetőséget a gyerekeknek, amelyre mindenképpen nagyon szükség van. Az elmúlt években Szabolcs-Szatmár-Bereg megye versenyzői az eredményeikkel magasra tették a mércét. Mint az elnök elmondta, ebben a tanévben elsősorban nem érmekben gondolkodnak, az a cél, hogy valamennyi sportágban végigmenjen a sorozat. Ha minden rendben lesz, az elmúlt évekhez hasonlóan a rendezésből is ki akarja venni a részét az egyesület. Szeretnénk országos döntőt rendezni majd, de valóban egyelőre még nem szeretnénk elkiabálni semmit, mert nem tudjuk azt, hogy mit hoz a jövő. A terveinkben ott van az, hogy országos elődöntőt és döntőt rendezzünk majd, és hát nagyon bízunk benne, hogy valóban sikerül majd túl lépni majd a vírus helyzetet, és akkor végre újra abba a kerékvágásba tud majd menni a diákolimpiai versenyeztetés is, amelyre mindenképpen nem csak hogy igény van, hanem nagyon nagy szükség is, hiszen azt hiszem, hogy a diák sport, a diákolimpiai mozgalom az egy nagyon komoly felkészülési lehetőséget nyújt mind gyereknek, mind felkészítőnek, és a gyerekeknél meg természetesen, aki komolyan veszi a sportot, ez lényegében egy alap is ahhoz, hogy utána majd a versenysportban meg tudja magát mutatni. Tavaly a szokásos diáksportgála is elmaradt, idén viszont decemberben ismét szeretnék majd elismerni azoknak a testnevelőknek a munkáját, akik az elmúlt időszakban a legtöbbet tették a megye diáksportjáért.